A Központi Választási Bizottság felhívja a választópolgárok figyelmét, hogy július 15-ig van lehetőség a szavazás helyszínének ideiglenes megváltoztatására. A lakcímétől eltérő helyszínen szavazni szándékozó polgároknak fel kell keresni a tartózkodási helyük szerinti állami nyilvántartási központot, és be kell nyújtaniuk az ezzel kapcsolatos kérvényüket. Az ügyintézés meggyorsítása érdekében a bizottság megkönnyítette az ideiglenes átjelentkezés folyamatát. A nyilvántartási központ adatai szerint eddig 70 ezer polgár élt az ideiglenes átjelentkezés lehetőségével. A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet felmérései alapján a július 21-ére kiírt előrehozott parlamenti választásokon a Népszolgája, az ellenzéki platform az életért, az Európai Szolidaritás, a Haza és a Hangpártok érhetik el a parlamentbe jutási küszöböt, írja az Unián hírügynökség. A megkérdezettek 65,9%-a úgy nyilatkozott, hogy valószínűleg el fog menni szavazni a júliusi választásokon, 48,8%-uk pedig biztosabban, hogy elmegy szavazni. Arra a kérdésre, hogy amennyiben hétvégén tartanák a választásokat, kire adná a szavazatát, a megkérdezettek 37,8%-a a Népszolgája pártot jelölte meg. Az ellenzéki platform az életért pártot 11%, az Európai Szolidaritás pártot 7,2%, a Hazapártot 4,8%, a Hangpártot pedig 3,4%-uk választaná. A többi párt támogatottsága nem éri el a 3%-ot.